November 7-én, kellemes napsütéses időben a műfüves pályán fogadta a 8. helyen álló PTMTE a 12. helyezett Sümeg VSE csapatát. A legutóbbi nyertes meccsek után egy gyengébbnek tűnő ellenféllel szemben győzelmet vártak a pétiek. A Sümeg játékosa már a második percben bebizonyította, hogy nem lehet félváról venni egyetlen ellenfelet sem. A kapusról kipattanó labdát rúgta a hálóba, ezzel megszerezve a vezetést. A 18. percben jobboldali szögletből érintés nélkül hullott a kapunkba a labda, azonban a bíró a kapus akadályozása miatt érvénytelenítette a gólt. Maradt a 0-1. Nem ér bele! Bravo, csináljátok tovább! A 28. percben Gyurcsek Márk egyenlített. A péti támadást nem tudták semlegesíteni a védők. A 37. perc újra sümegi vezetést hozott. Rédei Márk gyönyörűen érvényesítette a Sümeg szabadrúgását. Bravo! A második félidőre sem sikerült összeszedni magát a hazaiaknak. Az 53. percben fejes góllal erősítette meg vezetését a Sümeg VSE. A 62. perc pedig meghozta a 4. vendéggólt. A Sümeg csatára két péti védő és a kapus mellett lőtte hálóba a labdát. A végén, a 88. percben Rados kozmetikázott az eredményen, így alakult ki a 2-4-es végeredmény. Az U19-es mérkőzésen viszont taroltak fiataljaink. 12-2-re verték a sümegi utánpótlást. Gyere,